Köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Önök az M-Plain Televízió hírműsorát, a hírhét adását látják 2021. június 22-én, kedden este 19 órakor. Hírműsorunk elején következzenek a nap legfontosabb hírei egy-egy mondatban. Érvénybe lépett a hőségriadó. Térségünkben kiemelten magas az UV-sugárzás. Önkormányzati bizottsági ülések zajlanak Sátoraljaújhelyen. Országos kémiai versenyeredményekkel büszkélkedhetnek a sárospataki refis diákok. Érvénybe lépett a hőségriadó. Müller Cecília országos tiszti főorvos elrendelte a legmagasabb harmadfokú intézkedést. Ez rendkívüli időjárási helyzetnek számít, emellett pedig rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, vagy csak nagyon indokolt esetben menjen ki a napra. Javasolják a megfelelő folyadékbevitelt, és a legmelegebb déli órákban ne végezzenek megterhelő fizikai munkát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tiszti főorvos elrendelte a legmagasabb, harmadfokú intézkedést hőségriadó miatt, amely egy hétig lesz érvényes. Sátoraljaújhely város polgármestere is arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint tartsák be az ilyenkor érvényben lévő megelőző intézkedéseket, hiszen az egészség megőrzése ilyenkor a legfontosabb. Extrém meleg van az országban, így nálunk is Sátoraljaújhelyben, de talán még egy kicsit, mégis pár fokkal hűvösebb, mint például az Alföldön. Mégis vigyázunk egymásra, hiszen amúgy is hőségriadó van elrendelve. Minél több folyadékot kell fogyasztani, lehetőleg vizet. Időnként meg kell szakítani a munkát és az árnyékba kell menni, különösen a külterületen dolgozókra vonatkozik ez. Illetve figyeljünk oda egymásra a gyerekekre és az idősekre, akik nem mindig veszik észre, hogy hidratációra van szükségük. Figyelmeztessük őket. A város önkormányzata és a városellátó szervezet közösen párásító kapukat helyezett el a város különböző részein, hogy a gyalogközlekedő lakosoknak lehetőségük legyen hűsölni. Ebben az esetben az első a lakosok és az egészségvédelme, és ilyenkor kiemelten figyeljünk idősebb rokonainkra és a gyermekekre, emelte ki a polgármester. A város is a saját intézményében vizet nyújt, palackos vizet a dolgozóinak, különösen azoknak a munkásoknak, akik kint dolgoznak területen, illetve két pár kaput szereltünk föl a városban, a városellátó szervezet oldotta ezt meg, úgyhogy egy ilyen kis hűsölésre is van lehetőség, és ugyanez történik az M-Plain Kalandpark induló állomásánál is. Tehát magunk részéről, amit lehet, azt természetesen megtesszük, vigyázunk egymásra. A magas hőmérsékletű órákban érdemes jobban odafigyelni a folyadékbevitelre, illetve hogy ne tartózkodjunk sokat a tűzőnapon. Ez az időjárás könnyen megterheli a szervezetet, ilyenkor érdemes jobban odafigyelni magunkra és másokra is, tette hozzá a polgármester. Hosszú kihagyást követően a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek az önkormányzatok június közepétől. Sátoraljaújhely város önkormányzat képviselőtestülete, idegenforgalmi és környezetvédelmi bizottsága is megtartotta első ülését. Két napi rendi pontot tárgyaltak a bizottsági tagok, melyeket egyhangulag elfogadtak. Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság ülésén első napirendi pontként Sátoraljaújhely város önkormányzatának kommunikációs és média tevékenységéről szóló beszámolóját tárgyalta. Ugyanúgy, mint a napirendi pontok sorában több napirendi pontnál is nagyban befolyásolta ezt a területet is a tavaly éven sajnos a pandémia, a koronavírus járvány. Elmondható, hogy a kommunikáció döntő része az önkormányzat részéről ebbe az irányba hatott, tehát az itt élőknek a tájékoztatása volt a legfontosabb a járvánnyal kapcsolatban. El kell mondani, hogy polgármesteri info például tavaly március óta 56 alkalommal történt meg, ahol különböző vendégek is voltak, akik az adott terület kapcsán, a járványhelyzet kapcsán számoltak be a tevékenységükről, illetve tájékoztatták a lakosságot. Ezt követően a Sátoraljaújhely Hegyközturizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolóval, illetve a 2021. évi költségvetési terv jóváhagyásáról tárgyalt a bizottság. Jelentősen rányomta a bélyegét az elmúlt évben a működésükre a járványhelyzet.
Látszik, hogy a 19-es kiemelkedő csúcsév után jelentős bevételkiesésük volt, ami úgy gondolom, hogy ez sajnos azt kell mondani, hogy természetes. Kivétel volt a tavalyi éven a július-augusztus hónap, ami viszont a korábbi bármelyik július-augusztus hónaphoz képest, ami a korábbi években volt, kimagasló volt, de hát természetesen ez a két hónap nem tudta kompenzálni azt a 3/4 évnek a kiesését. A Turinform iroda munkatársai gőzerővel készültek erre az időszakra, amikor már megszűnnek a korlátozások, hiszen látjuk az beszámolóból, hogy például új honlapot alakítottak ki, folyik az idegenvezetés is, beindult a munka, a gumikerekes kisvonat is újra jár, működik a helyi termékbolt a kalandparkban. Úgy gondolom, hogy sikerült felvenniük a ritmust, és reméljük, hogy ez az év sokkal jobb lesz, mint a tavalyi év. Kracson Norbert elnök elmondta, a bizottság úgy gondolta, hogy a beszámolók teljes mértékben megfeleltek az elmúlt időszakban történt események leképezésének, így egyhangulag fogadták el a beszámolókat. Sátoraljaújhelyen az önkormányzat képviselőtestületének ülései sorában megtartották a Nevelési, Ifjúsági, Civil Sportügyi és Közművelődési Bizottság első idei ülését. Szintén két napi rendi pontot tárgyaltak, melyek között a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvoda, szlovák és német nemzetiségi óvoda, bölcsőde működése, valamint a közművelődési megállapodások alapján történő beszámolók elfogadása szerepelt. Az idei évben a koronavírus járvány hatása minden területen problémákat okozott, érezhetően az oktatás-nevelés, a sporttevékenységek, valamint a közművelődés területén is. Többek között ez derült ki Sátoraljaújhelyváros önkormányzat képviselő testülete Nevelési, Ifjúsági, Civil Sportügyi és Közművelődési Bizottságának ülésén is. Először is megköszöntöm a munkájukat, amelyet a pandémia időszakában végzett az óvoda, illetve az óvónők, hiszen nagyon szükség volt az ő munkájukra, már csak azért, hogy a szülők, akik dolgozni mentek, segítették őket. Tehát megköszöntük és beszámolt. Nagyon sok rendezvény elmaradt ugye épp a járvány miatt, de amit lehetett, azt megcsinálták. Több napi rendi pont volt, az egyik az óvodának volt a beszámolója, azután a támogatott alapítványa, amit megállapodást kötöttünk velük, utána volt a borapás sportdíj, illetve a közmegbecsülés díj odaítélése. Szőnyi István pedagógusként személyes véleményét is megfogalmazta az elmúlt tanévvel kapcsolatban. Nagyon nehéz év áll mögöttünk, hiszen ebben az időszakban minden volt, az iskolánkban is volt rendkívüli szünet, majd csak két hétig, akkor digitális oktatás, tehát mindenből kivettük a részüket, megpróbáltuk legjobb tudásuk szerint végezni. Nagyon bízom benne, hogy ez azért átment, és a szülők is érezték ennek a felelősségét, és támogatták a munkánkat. Az ártülésen előterjesztett Bodapál sportdíj, valamint a közmegbecsülésdíj adományozására jelölt személyeket a bizottság egyöntetően támogatta, mondta el Szőnyi István elnök. A pénzügyi bizottság 5 napi rendi pontot tárgyalt. Ezek közül 4 az önkormányzat cégeinek beszámolói voltak, az 5. pont pedig a Sátoraljaújhely Hegyközturizmusáért Egyesület 2020 évi tevékenységének és 2021 évi költségvetésének jóváhagyása volt. A 2020. évi pénzügyi és szakmai tevékenységet bemutató beszámolók szerepeltek napirenden a Sátoraljaújhelyi Pénzügyi Bizottság 2020. évi első ülésén, melyet hosszú kihagyást követően tudott megtartani Sátoraljaújhely város önkormányzatának képviselőtestülete. Igazándiból nagyon régóta szerettünk volna már, de ugye a világjárvány közbe szólt, most végre sikerült, vagy úgy néz ki sikerült visszatérni a normális kerékvágásba. Általában havi rendszerességgel szokott a bizottság ülésezni, mindig a testületi ülés előtt, de vannak rendkívüli ülések is, hogyha valamilyen olyan esemény adódik, amit a bizottságnak meg kell tárgyalnia, akkor mindig összejövünk. Valószínűleg a nyár folyamán is lesz ilyen, de utána már visszaállunk a rendes kerékvágásba, és havi rendszerességgel ülésezni fog a pénzügyi bizottság. Igazán van 4 olyan beszámoló volt, amely az önkormányzat cégeinek a beszámoló, az Ipari Park Kft., az Újhely Gazdálkodási Kft., a Városfejlesztő Kft., illetve a negyedik tulajdonképpen az a Sátoraljaújhely Hegyközturizmusáért Egyesületnek a beszámolója, tehát az nem városi cég.
Azért fontosak ezek, mert mindig egy előző évi pénzügyi és szakmai tevékenységről ad számot, és ezt nekünk is tudnunk kell, nekünk is meg kell ismernünk, és ez alapján döntünk erről. Természetesen mindig vannak véleménykülönbségek, melyeket kulturált körülmények között mindig sikerül megvitatni, mondta el Lukács Tamás bizottsági elnök. Most is volt vita a helyi adóztatásról szóló tájékoztatót hallgattuk meg, és ezzel kapcsolatban voltak véleménykülönbségek, illetve valaki megfogalmazott ellenvéleményt is, de ezt is elfogadta a bizottság többségi véleménnyel. A pénzügyi bizottság ülése eredményes volt, minden napi rendi pont elfogadásra került, így a bizottság a jövő hónapban ülésezhet újra. Országos kémia versenyeken vettek részt a 4 év alatt a Sárospataki Református Gimnázium tanulói. 2 kiemelkedő versenyeredménnyel rendelkező tanuló is érettségizett idén, akik az emelt szintű kémiai érettségit sikerekkel zárták. A gimnázium büszke tanulóinak verseny és tanulmányi eredményeire, legyen szó akár reál vagy természettudományos sikerekről. A Sárospataki Református Gimnázium idei érettségi időszakában 2 olyan diák érettségizett, akik az itt töltött diákévek alatt kiemelkedő eredményeket értek el több országos kémia versenyen is. Az oktatási intézmény számára mindig is fontos volt, hogy támogassák azokat a tanulókat, akik célja, hogy a megszerzett tudásukat megmérettessék, és a későbbiekben hasznosítani is tudják. Nagyon szép eredményeket értek el a diákjaink. Főként 2 versenyzőnkre vagyunk most nagyon büszkék, akik már végzősök. Számukra ez a 4 év, ez végig így telt el, hogy nagyon sokat készültek, versenyeztek, örömmel és kitartással. Úgyhogy az iskola számára ez a lényeges, hogy vannak olyan diákok, akik megszeretik a kémiát a 4 éves tanulmányok során, és nem csak, hogy megszeretik, hanem nagyon magas szinten is tudják művelni. Tulajdonképpen itt érik be a munkánknak a gyümölcse, a versenyekkel, valamint a legvégén az érettségi eredményekkel. És hát most már azt is elmondhatjuk, mert éppen ma zárják ők ketten az érettségi szezonjukat, hogy az emelt szintű kémiai érettségiük is kimagaslóan nagyon jól sikerült. Pásztor András szívéhez a kémia mindig is közel állt, azonban akkor szerette meg jobban, mikor versenyekre kezdett járni. A kémiával azért kezdtem el foglalkozni, mert már 7. osztályban nagyon vonzottak ezek az érdekes kísérletek, meg maga a természettudomány. És a kémia a természettudománynak az az átfogó tudománya, ami kicsit matematika, kicsit fizika, és ezért nagyon érdekelt, mert olyan komplex az egész. És akkor a 7. elkezdtem alapozgatni a kémia karrieremet, könyveket olvastam, és így elkezdett ragadni rám a kémia szeretete, aztán gimnáziumba jelentkeztem a biokémia tagozatra, és így futott tovább a dolog. Klamancsek György számára a kémia, mint tantárgy igazán jól ment, mikor elkezdte az ezzel kapcsolatos tanulmányait, ezért is döntött amellett, hogy magasabb szintre szeretné tudását emelni, ezért kezdett kémia versenyekre járni. Annak idején én úgy éreztem, hogy a társaimtól nekem ez valamivel jobban megy, és ezáltal én úgy gondoltam, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni, ebből ki lehetne valamit hozni. A 4 év során rengeteg versenyen vettem részt, de így is az Olágyi országos 5. helyet emelném ki, mint legkiemelkedőbb sikeremet. Úgy gondolom, hogy az orvosi egyetemen is sokkal könnyebb dolgom lesz, mint azoknak, akik nem versenyeztek, illetve ott is akár kutatásba, egyéb laborgyakorlatokon óriási előnyöm származhat belőle. Az idén érettségiző fiatalok a gimnáziumban megszerzett tudást a későbbiekben az egyetemen is hasznosítani tudják majd, hiszen Pásztor András az állatorvosi szakot, míg Lamancsek György az orvosi szakot választotta továbbtanulás szempontjából. Hírműsorunk végén nézzük a mai nap legfontosabb híreit még egyszer egy-egy mondatban. Érvénybe lépett a hőségriadó. Térségünkben kiemelten magas az UV-sugárzás. Önkormányzati bizottsági ülések zajlanak Sátoraljaújhelyen. Országos kémiai versenyeredményekkel büszkélkedhetnek a Sárospataki Refis diákok. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap este is a megszokott időpontban 19 órakor. Híreinket az Emplén Televízió weboldalán újra nézhetik. Viszontlátásra!